A diákok számára megkezdődött a nyári szünet. Ebben az időszakban sok szülő dönt a különböző tematikus táborok mellett, annak érdekében, hogy gyermekeik biztonságban és felügyelet mellett töltsék jól megérdemelt pihenésüket. A rendőrség több jó tanáccsal is szolgál a vakációzó fiatalok számára. Többen a szünidőt szabadidős programokkal töltik el, mely a kikapcsolódás öröme mellett azonban veszélyeket is rejt magába, melyekre nem árt, hogyha a szülők is felhívják a gyermekek figyelmét. Fontos, hogy értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen, illetőleg ne bízzák idegenekre. Közösségi helyeken táskájukat ne hagyják őrizetlenül, a lehető legjobb az lenne, hogyha azt mindvégig maguk mellett tartanák. Fontos, hogy idegenekben, még ha kedvesek is, ne bízzanak meg, velük ne menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem. Késő esti órákban lehetőség szerint ne egyedül induljanak haza, hanem egymást védve, kísérve, amennyiben pedig mégis támadás éri őket, akkor úgy pedig ne értékeiket, hanem saját testi épségüket védjék. Fontos továbbá, hogy ismerjék a segélyhívószámokat, így a 107-es és a 112-es segélyhívószámokat, valamint tanulják meg szüleik telefonszámát is. Közösségi és szórakozó helyeken az italaikat ne hagyják őrizetlenül, amennyiben ez mégis megtörténik, úgy ezt követően már ne igyanak belőle, hiszen nem tudhatják, hogy abba nem került valamilyen szer. Illetve fontos megemlíteni még a kábítószereket, illetve azok hatását, tehát kiszámíthatatlan ezeknek a szereknek a hatása, mindemellett pedig könnyebben válhatnak elkövető és áldozattá is. Mindezek mellett kérik a közúti közlekedésben résztvevőket, hogy a nyári időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre, akár az úton, vagy annak közelében gyalogosan vagy kerékpárral közlekednek.